Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanadok 2000 Kft. Közös rendezvényén. Bartatusek Nébolya vagyok, PPH igazgató. Bartatusek János vagyok, PPH igazgató. A mai képzés két részből fog állni, egy tudatosságfejlesztésből és egy ember és életjobbító coach képzésből, és szünetekkel együtt körülbelül 3,5 órát fog igénybe venni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem, ma már viszont a PPH tanulócsoport szervezése a fő tevékenységünk, tehát mi már csak ebben foglalkozunk. Gyulán élünk, házasságban van egy 14 éves kislányunk. Én annak idején, ez már most már hány éve? Hét éve. Valamivel kicsit kevesebb, mert nálunk a párom kezdte először a tanulást a Nyílt Akadémiánál. Én azért kezdtem el, mert hát az életemben nagyon sokféle probléma volt, és én mindig kerestem volna azt a tudást, vagy módszert, amivel egy boldog, egy szabad életet tudok élni, mire szerintem mindannyian vágyunk, vagyis elképzeljük azt, hogy milyen életet szeretnénk élni, és ez nem biztos, hogy sikerült, mint ahogy nekem se. Voltak problémáim az életben, és mivel hogy a párom először megtalálta ezt az iskolát, és volt lehetőségem belehallgatni, és azt mondtam, hogy itt a helyem, és nagyon jól döntöttem, mert azóta valóban egy olyan életet kaptunk, amire vágytam. Ebbe beleértem a házasságom, a mindent. Megtaláltam azt a közösséget, ahol olyan emberekkel tudok együtt lenni, akinek az a célja, hogy egy olyan emberiséget hozzunk létre, társadalmat, ami az aranykorról szól. Szinte mindent elmondtál. Nem is tudom, mit tegyek hozzá. Mi ebben a kellemes? Egy olyan képzést hallgathatsz óráról órára, hónapról hónapra, évről évre, ide tartozónak érezheted magad, ahol valóban megtanultad azt, hogy egy ilyen rossz hangulatú, kifejezetten kellemetlen energiákat gerjesztő világban mégis jól érezheted magad, ami szerintem rettentő fontos, és egyre fontosabb lesz a jelenben, meg a jövőben. Szinte semmi nem ilyen fontos. Másik az, hogy nem vagy egyedül, hanem egy csapatba tudsz lenni, vezetőkkel, szervezettel, mindenki segít, mindenkinek azt lehet mondani, megoldani a problémákat, és ennél nagyobb kincs a mai világban szerintem nem létezik. Egyáltalán nincs ilyen. Hát ugye az sem mellékes, hogyha az ember kezdve megtanul a párjával bánni, meg az anyagiakkal, meg a világ különböző dolgaival, amiről azt hittem, hogy nekem működik, aztán mégsem működött, hanem borultak össze a dolgok. És itt felépítettük újra az egészet 7 év alatt, azt lehet mondani. És hogy ez működik rendesen, és egyre jobb. És hogy kinek köszönhetjük ezt az egészet. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami a bolygón egyedülállóvá teszi. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót. Úgyhogy azokból a 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egyke alap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információ a bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkós, hogy jön és tartsa meg a mai előadást nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát nagy örömömre szolgál, hogy ismét együtt vagyunk. Na nézzük akkor, hogy mivel is
foglalkozunk. Mit csinálunk? Ugye elhangzott, képzéseket tartunk, ez egy iskola, de egy különleges iskola. Miért különleges? Azért, mert ez egy életre szóló iskola. Tehát nem egy pár hónapos, vagy egy pár napos, vagy egy pár hetes, vagy egy pár éves, hanem ez egy életre szóló. Ez azt jelenti, hogy olyan tudást nyújtunk, amit életed végéig tudsz fejleszteni. És olyan tudás halmaz mennyiséget nyújtunk, amit ameddig élsz, itt tudsz tanulni. Oké? És miért szükséges tanulni? Hát mert nem azért vagyunk, hogy együnk, ígyunk, akkor költsük a pénzt, de azt ugye meg is kell keresni, azt a pénzt, ezért, hogy csak dolgozzunk, 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 és egyéb élvezeteket végezzünk az életünkben, nem ezért vagyunk. Hanem azért vagyunk, hogy fejlődjön egy bizonyos részünk. És mindenki értelem gondolhat arra, amire akar. De én egy dologra gondoltam. Méghozzá egy egységes dologra, meg nem is különbözőre. Ez pedig a bennünk lévő lélek. Egy olyan energialény, amely rendkívüli dolog a világegyetemben, sokkal rendkívülibb dolog, mint mondjuk a testünk. Hát ugye nagyon sokat hallhattál a testeddel kapcsolatos információkról itt az életed során, de valahogy a lélekről szóló információkat azt kihagyták. Nem? Pedig a lélek az egy idézőjelben sokkal nagyobb találmány, azért a találmánya az idézőjelben természetesen, mint maga a test. Tehát az anyagnál van egy sokkal, de sokkal fontosabb dolog, ami egyáltalán létrehozta az anyagot. De tudod, mi hozta létre az anyagot? A tudat. A tudás. Oké? Hozta létre az anyagot. És a tudás az anyag nélkül is létezett. Tehát ami azt jelenti, hogy nem volt olyan, hogy anyag, de már olyan, hogy tudás, olyan már létezett. Érted? És az első anyagot a világegyetemben értelmes energialények hozták létre. Méghozzá úgy hozták létre, hogy koncentrálták az energiát, tehát az anyag az egy koncentrált energia. És simán tudással képes erre a lélek, hogy az energiát különböző féle anyagba koncentrálja. Milyen anyagról beszélünk? A periódusos táblázatban lévő elemekre gondolok, illetve olyan elemekre, amik a Földön nem is léteznek. Mert ugye sok olyan elem van a világegyetemben, ami a Földön egyáltalán nem is létezik, és nincs is a földi embereknek róla tudomásuk. Tehát nem csak a periódusos táblázatban lévő elemek, mint anyag létezik. És nagyon érdekes, mert ugye azt lehet mondani, hogy időtlen idők óta, tehát számokban nem kifejezhető idők óta,
létezik olyan, hogy lélek, és nagyon-nagyon-nagyon sok milliárd, mondhatjuk azt, hogy megint csak számokban nem kifejezhető évszámmal létezik anyag. De ez a kettő, ez nem azonos időtartamú, ugyanis a lélek, vagy akár mondhatjuk azt, hogy az energia, először is az energia, mint valami, az sokkal, de sokkal hosszabb ideje létezik a világegyetemben, mint maga az anyag. És ugye egyetlen egy teremtőből származik minden értelmes energialény, amit léleknek nevezünk a világegyetemben, és egyetlen egy értelmes energiából származik, akármilyen hihetetlen, maga az anyag is. És az azt jelenti, hogy nem kellett ahhoz a teremtő, hogy anyagot létrehozzanak az értelmes lények, az elég volt az, hogy maguk az értelmes lények megoldják ezt a kérdést, hogy anyag jöjjön létre. És nem tudom, tudjátok-e, hogy az anyagot milyen célból hozták létre? Nagyon egyszerű, csak azért, hogy szórakoztassák saját magukat. Nem vicc, komoly. Tehát az anyagot azért hozták létre, hogy saját magukat szórakoztassák. És erre az ember ugye mit gondol, hogy az anyag az mindennél fontosabb. Na most mondok példát, jó? Egy olyan lélek, egy olyan energialény, most emberről beszélek, aki nagyon jó állapotban van, az nem tud beteg lenni. Hiába van egy olyan környezet, ami most van a világban, akkor sem tud beteg lenni. Ugyanis olyan mértékben uralja a lélek az anyagot, ha maga a lélek az jó állapotban van, olyan, és ezáltal ugye ezt az energiát, ezt a magas frekvenciájú energiát ugye használja is, olyan mértékben tudja uralni az anyagot, és elsősorban ugye a saját testét, hogy az illető nem betegszik meg. Tehát nincs betegség. A másik ember, aki sokkal rosszabb állapotban van, ugyanabban a környezetben, pedig megbetegszik. Ugyanattól a hatásoktól. Tehát maga az, a lélek az egy kulcsfontosságú szerepet játszik az anyag szempontjából, mert ugyanis, mivel a lélek, a lelkek teremtették az anyagot, és mai napig is a lelkek teremtenek anyagot, csak a földi ember még nincs azon a tudás szinte, hogy képes legyen anyagot teremteni. Tehát miből? Nem az anyag átalakításáról beszélek, hanem az energiából létrehozott anyagról beszélek. Tehát ahhoz ugye nagyobb tudás kell, hogy egy lélek képes legyen a tudása által, a gondolata által létrehozni az energiából anyagot. És ez azt jelenti, hogy ha egy lélek, gondold végig, képes arra, hogy az energiából anyagot hozzon létre, akkor mennyire uralja az energiát, és mennyire uralja ezáltal az anyagot. És ha megnézed, egy olyan ember, aki beteg, az uralja a saját anyagját? Na, milyen anyagját? Hát a testét. Nem. Tehát nem.
Miért? Hát mert nem tanulta, hogy ezt hogy kell. Nem tanulta azt, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ez így működjön. De ha nem tanulta, akkor is, ha például megnézed, mondjuk, hogyha egy kiegyensúlyozott anyukából kibújik a gyerek, és utána kiegyensúlyozott marad az anyuka, akkor az a baba, az nem lesz beteg. Tehát a lélek még azon a szinten is képes az anyagot uralni. Érted? Itt ugye egy kérdés van, hogy te, mint ember, vajon a jelenedben mennyire uralod az anyagot? Ez a kérdés. Tehát egyáltalán akarod-e uralni az anyagot? Ugye onnan indul az egész. És mit vagy hajlandó azért tanulni, mennyit vagy hajlandó azért tanulni, hogy mondjuk uraljad az anyagot. És nem csak azon a szinten például, hogy mindig egészséges tudsz maradni, hanem akár azon a szinten, hogy azok történjenek meg, amit szeretnél. Érted? Tehát azok a dolgok történjenek meg, amit szeretnél, hogy megtörténjenek. Na most, ha egy ember azt gondolja, hogy ezek a dolgok, ezek mesék, akkor én meg azt mondom, hogy ezekről a dolgokról én meggyőződtem. Oké? Tehát az, hogy egy lélek mennyire képes uralni az anyagot, és mennyire képes átalakítani az anyagot. Hát van egy nagyon egyszerű kis információ, hogy minden betegség lelki eredetű. Ami azt jelenti, hogy a lélek hozza létre a betegséget. Ha a lélek képes létrehozni a betegséget, akkor a létre, tehát a lélek az képes létrehozni az egészséget is. Világos ez? De most kérdés az, hogy vajon a tudásod az megfelelő-e ahhoz, hogy a lelked az létre tudja hozni az egészséget. Érted? Na most a világegyetemben, amikor lelkeket tanítanak, csak azért mondom ezt, mert nem csak a Földön van ez így, amikor lelkeket tanítanak, akkor ritkán csinálják ezt egyénileg. Az esetek túlnyomó többségében ezt csoportosan csinálják. Miért? Mert az ott lévő lelkeknek az energiája az megsokszorozza a teremtésnek az energiáját. Ezáltal közösségben az emberek sokkal, de sokkal intenzívebben és gyorsabban tudnak tanulni, mint egyénileg. Tehát nem véletlenül léteznek iskolák évezredek óta. Ami azt jelenti, hogy nem egyedül tanulnak benne az emberek, hanem közösségben tanulnak benne. És évezredek óta ez így van. De ez nem csak Földön van így, hanem mindenütt a világon. Tehát amikor a lelkek együtt vannak, akkor az energiájuk az képes arra, hogy összeadódjon. De ez rossz értelemben is igaz. Ha sok rossz állapotú ember van együtt, akkor az a negatív energia,
adódik össze. Ha sok jó állapotú ember van ott együtt, akkor a sok jó állapotú embernek az energiája adódik össze. És nem véletlen az, hogy közösségben tanulunk. És nem véletlen az, hogy javaslom mindig, hogy élőben nézd az előadásokat. Mert ha élőben nézed, akkor ennek a közösség energia összeadódó hatás, ez létrejön még inkább, annak ellenére, hogy otthon egyedül nézed. Mert tudod azt, hogy nem csak te nézed az előadást abban az időszakban, hanem sok-sok más ember a világban. És persze az még intenzívebb, hogyha együtt, egy légtérben tudnak lenni emberek. Ezért szoktuk ugye azt javasolni, hogyha távol vagy olyan helyektől, ahol lehet egy légtérben lenni másokkal, akik ugyanazt tanulják, mint te itt a Nyílt Akadémiánál, ezért javasoljuk, hogy hozzál létre azon a környéken egy csapatot. Ami annyit jelent, hogy legyenek ott saját tanulóid. És ha ott lesznek saját tanulóid, akkor össze tudtok ülni szerdánként és vasárnap, és együtt nézni az előadásokat. Szerte a világban, bárhol élsz. És hát nyilván a jövőben úgyis rátalálunk olyan technikákra, hogy például, hogyha más nyelven tud valaki, tehát idegen nyelven, akkor valamilyen formában szinkron tolmácsolást kapjanak élőbe. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy halkan megy az én hangom magyarul, és hangosan meg az ő nyelvén szinkron tolmácsol valaki vagy valami. Érted? Szóval lényeg az, hogy ennek azért van jelentősége, még egyszer, mert ha együtt tanulnak emberek, függetlenül attól, hogy a világon hol élnek, az energiájuk az emelkedik azáltal. És ugye az energia emelkedésével az emberek sokkal többre képesek. Tehát egy olyan ember, aki jó energiákkal rendelkezik, és sok energiával rendelkezik, az sokkal, de sokkal többre képes, pozitív értelemben természetesen, mint az, akinek rosszak az energiái, vagy kevés az energiája. Tehát azért mondom, hogy pozitív értelemben, mert rombolni az nagyon könnyű, tudjuk jól. Tehát a romboláshoz nem kell sok energia, de a fejlesztéshez, javításhoz, növekedéshez, stb. Stb. Ahhoz kell a plusz energia. És miért kell ezt csinálni? Tehát miért kell azt csinálni, hogy tanuljunk? Mert van benned egy olyan lélek, amelynek csak egyetlen egy célja van. Ugyanis a léleknek nincs az a célja, hogy tele legyen a hasad. Nincs. Vagy hogy mondjuk olyan dolgokat fogyasztva, mit tudom én, ilyen bódult állapotba kerül. Nincs ilyen célja. Nincs az a célja, hogy élvezkedj. Érted? Hogy minél többet élvezd bizonyos dolgokat. Nincs. Ugyanis a léleknek nem számít a hideg, nem számít a meleg. És ez relatív értelemben is, értheted? Tehát milyen értelemben? A relatív, ugye hideg, az a mínusz, mit tudom én, 200 akárhány fok. A léleknek az semmi. Nem számít. Vagy megnézed a abszolút meleget, ugye mondjuk a napot, nem számít az ilyen hőmérséklet.
Tehát a lélek nem éhes, nem szomjas, nem kell neki levegő, nem kell neki légkör, érted? Simán el van akár a vákumban, légüres térben, a világegyetemben, érted? A közlekedési szempontból egyik pillanatban a világegyetem egyik részén, a másik és a másik részén tud lenni. Hát hogyha nyilván ezt megteheti. Tehát a lélek az egy olyan dolog, hogy bármire képes. Ha van elég tudása, akkor arra is képes, hogy anyagot teremtsen, mitől mint fogja egy pár lélek, összeáll és létrehoznak egy bolygót. Vagy egy csillagot. Vagy egy naprendszert, érted? Jó, nem pitty-putty. Földi értelemben az véve az sok, sok évezred, tíz évezred, sőt, mondjuk úgy kezdődik, hogy évmilliók. De odafön nincs idő. Oké? Szóval lényeg az, hogy most gondold végig, ha bármire képes a lélek, akkor csak egyetlen egy célja lehet a léleknek. Aki bármire képes, annak csak egyetlen célja van. A fejlődés, semmi más. És mit jelent a fejlődés? Azt jelenti, hogy tudást gyarapítani. Tehát gyarapodjon a tudása. A világegyetemben mérhetetlen tudás van. A mi földi tudásunk az elenyésző ahhoz képest, ami a világegyetemben van tudás. Bár a Földön, a múltban több tudás volt, mint most van jelenleg. Tehát itt éltek olyan emberiségek, amely sokkal több tudással rendelkeztek, mint amivel mi rendelkezünk. És nem csak emberiségek éltek több tudással, hanem népcsoportok éltek jóval több tudással, mint ma bármely nép, ami a bolygón él. És nem is olyan régen is éltek olyan népek, amelyeknek sokkal több tudásuk volt. Hova lettek? Már nincsenek a Földön régen. Nem kihaltak. Bár a történelemben ugye ezt tanulhattad, hogy kihaltak. Nem kihaltak. Távoztak a Földről. Mert a Föld az egy átmenet a fejletlen tudás és a fejlett tudás között. Tehát a Földön szerzik meg a lelkek, nyilván nem az összes lélek a világegyetemben, de jelentős lélekszámban a Földön szerzik meg azt a tudást, hogy a gyakorlatilag, hogy fejeztem ki az előbb magam? Milyen tudás? Ja, fejletlen, igen, köszönöm szépen, és fejlett tudás. Tehát, hogy a fejletlen tudásból eljusson a fejlett tudásig. És ez olyan, mint egy iskola. Tehát a Földön olyan, mint egy iskolában lennél, de ahol nem arról tanítanak, amit nem fogsz használni, hanem arról tanítanak, ami az élet és az ember működéséhez kell. Ha mondjuk járnál egy olyan iskolába, ahol azt tanítják, ahol az élet és az ember működéséhez kell, mondjuk ilyenek lennének az általános iskolák, na akkor ahhoz lehetne hasonlítani a Földnek a működését. Tehát mi földi emberek azért vagyunk itt, hogy fejlesszük a lelkünknek a tudását. És ameddig nem fejlődik a lelkünknek a tudása arra a szintre, hogy képesek legyünk szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni, addig erről a bolygóról nem léphetünk tovább. Hanem mi csinálunk? Hát mindig ide inkarnálódunk. Hát az azt jelenti, hogy meghalunk, bekerülünk egy létközi állapotba, az egy virtuális valóság, azért hasonlít mindenkinek, aki
a halál után esetleg visszatért és beszámol arról, hogy mi volt a létközi állapotban, az egy virtuális valóság. És a virtuális valóságból ugye a virtuális valóság végén törlik a tudását, és az illető újból megszületik, illetve leszületik. Tehát nem ennyire egyszerű a dolog, nehogy azt higgyük, de röviden elmondva ezt jelenti. A múlt században egy újraszületés átlagosan 13 évente történt meg, azt jelenti, hogy a múlt század második felében. Most már ez gyorsabb. Tehát már nem kell a létközi állapotban 13 évet várni átlagosan, hogy egy ember újra szülessen. Illetve egy emberi lélek, inkább úgy mondanám. De rossz kifejezés az, hogy ember vagy emberi lélek, mert minden lélek, gyakorlatilag mondhatnánk, hogy az energia szerkezetében azonos, egy különbség van a lelkek közt, erről már beszéltem, nem ma, a múltkor is, meg már többször is mostanában, hogy attól függ, hogy mekkora a térfogata magának a léleknek. Na most a térfogata attól függ, hogy mennyi tudása van egy léleknek. Minél több tudása van, annál nagyobb a térfogata. És ha egy lelket akartok elképzelni, akkor egy fényes gömbre gondoljatok, jó? De az emberi lélek az egy nagyon pici fényes gömb, az egy parányi, mondjuk egy ilyen borsószem nagyságú gömbre gondolj. Azzal születünk. És ugye egy kérdés van, vajon egy ember az évtizedek során, ahogy éli az életét, mennyi tudást szerez? Na most az nem növeli a léleknek a térfogatát, hogyha mondjuk megtanulsz autót szerelni. Oké? Az nem növeli. Vagy az sem növeli, ha például, mit tudom én, megtanulod, hogy hogyan műtsél meg embereket, mondjuk sebészként. Az sem növeli. Oké? Hanem igazából olyan dolgok növelik a léleknek a térfogatát, amely azt eredményezi, hogy magát a tudásodat, tapasztalatodat tovább tudod adni. Tehát olyan tudásod van, amely révén az emberek többet fognak tudni. Érted? Tehát nem akarok leértékelni semmilyen szakmát, de az autó az egy anyag. Érted? A lélek az autó nélkül is tudna közlekedni. Hát csak most nem tud, mert be van zárva a testbe. És nem, nincs meg a technológiája, hogy kilépjen belőle. A sebész az gyógyít ugye azáltal embereket, hogy mit tudom én, mondjuk megműt valakit és beavatkozik valami szerv rendellenes működésébe. De az illető nem betegedett volna meg, ha a lelke rendben lenne. Érted? Tehát azáltal, hogy valaki autószerelő, azáltal megjavít autókat és örömet okozhat embereknek, de a tudását nem adta át. A sebész örömet okoz, hogy meggyógyít embereket, de azáltal a tudását nem adta át. Tehát az mit jelent? Hogy azáltal az autószerelő és a sebész, hogy végzi a munkáját, azáltal még nem lesz jobb azoknak,
az embereknek az életük. Érted? Tehát azáltal még nem lesz az, hogy kevesebbet fognak hibázni. Azáltal nem lesz az, hogy boldogabban fogják élni az életüket. Per pillanat örömöt éreznek majd, de semmi többet. Érted? Tehát az emberi élet arról szólna, hogy képes legyél egyre boldogabban élni az életedben. Mit jelent a boldogság? Az azt jelenti, hogy képes vagy arra, hogy a negatív történésekre, negatív eseményekre, emberekre teljesen érzelem nélkül reagálj. Magyarul ne reagálj. Érted? És értékeld, tehát a boldogság képessé tesz arra, hogy értékeld a jót. Érted? Mert ha megnézed, körülnézel, a rossz állapotú emberek még a jót se értékelik. Érted? Tehát ahhoz, hogy az ember képes legyen a jót értékelni, ahhoz nem lehet rossz állapotban. És ha az ember szépen halad a boldogság útján, akkor képes a jót értékelni. Érted? És úgy, hogy nem csak ideiglenesen értékeli, hanem tartósan értékeli. Érted? Tehát egy ember reagál a negatív emberekre, negatív történésekre. Tehát reagál. A reagálás azt jelenti, hogy nem tudatosan, hogy is mondjam, nem tudatosan működik arra a dologra, vagy arra az emberre. Érted? Hanem reagál, reakció. Érted? Tehát belülről fakadó ösztön. Ösztönösen működik arra, válaszol arra a külső információra. Tehát egy boldog ember képes arra, hogy elhatárolja magát a negatív történésektől azért, hogy ne befolyásolja őt. Érted? Mert egy negatív történés nem hiszem, hogy valaha bárkit is pozitívan befolyásolt volna. Oké? Tehát én még olyannal nem találkoztam, hogy egy negatív történés az bárkit pozitívan befolyásolja. És ha negatívan befolyásol valami, akkor mi fog történni? Hát nem, hogy boldog leszel, hanem éppen boldogtalan leszel tőle. Érted? Tehát megnézel olyan embereket, akik magukba vannak fordulva, nem itt nálunk, hanem ugye kívül, a való világban. Ha megnézed őket, akkor ugye miért fordultak magukba? Tehát ugye látni rajtuk, hogy nem boldog. Ugye ezt mondani se kell. Hát azért fordultak magukba, mert magukra vettek, és nagyon komolyan vettek minden olyan problémát, ami szembe jött velük. Világos ez? Ilyen egyszerű. De miért? Mert nem volt hozzájuk tudás. Tehát hozzá tudás, hogy azokat a problémákat ő kezelje. Érted? És ha megnézed, hogy az elmúlt 3 évben mennyi probléma volt, lehet, hogy azt tudná mondani az ember, hogy az elmúlt 3 évben, amit problémát okoztak az embereknek, az több volt, mint előtte mondjuk 15 éven keresztül. Érted? Nem? De inkább nem is 3 éves, mert még csak a 3-adikban vagyunk,
mert ugye ez inkább alig több mint 2 év. És ha az ember nem jól reagál a felé irányuló történésekre, negatív történésekre, akkor úgy jár az ember, mint ahogy a legtöbb ember járt, hogy ma sokkal rosszabb állapotúak az emberek átlagosan, mint mondjuk 2,5 évvel ezelőtt. Érted? Tehát mutatok erre egy dolgot. Én azt hittem, ja, nem ezt kell nyomnom, ez egy másik, ezt kell nyomni. Tehát én azt gondoltam, még ugye 2019-ig, hogy az emberek nagyon nagy része az ezen a szinten van, és kevesebb az, aki a túlélés szintjén van. És akik itt tanulnak, azok valószínűleg ugyanezt gondolták. És ugye ha tovább megyünk, akkor sokkal kevesebb ember van a valahova tartozás szintjén, még kevesebb az elismerés szintjén, még kevesebb az önmegvalósítás szintjén. Tehát a társadalom nagy részére azt gondoltuk, hogy a biztonság szintjén van. Mit jelent a biztonság szintje? Hogy az a legfontosabb számukra, hogy biztonságban legyenek. És azt gondoltuk, hogy azok működnek a túlélés szintjén, akik ilyen koldusok, hajléktalanok, stb. Stb. Érted? Ezt gondoltuk, nem? Nem ezt gondoltuk? És kiderült az elmúlt 2 évben, hogy a lakosság nagy része nem biztonság szintje van, hanem túlélés szintjén van. Érted? Tehát egyszerűen bebizonyították azt, hogy nekik az a legfontosabb, hogy túléljenek. És ezért mindenre hajlandók voltak, amire azt mondták, hogy na ez kell a túlélésedhez. Érted? És kiderült, hogy a társadalom nagyobbik fele nem a biztonság szintjén van, hanem a túlélés szintjén. Érted? Ami egy szomorú hír, mert az azt jelenti, hogy lelkileg a legalsó szinten vannak. Mert ez a lelki fejlődés 7 szintje. Nincs 8 szint, nincs 3 szint, 7 szintje van a lelki fejlődésnek. És annak a legalja az a túlélés. Ami azt jelenti, egy egyén számára, amely 2 részből áll, ugye van a lelke és van a teste, hogy mi a legfontosabb számára? A túlélés, ahogy ezt régen mondták, hát félti a tyúkszaros életét. Mert ezt régen így mondták. Tehát, de a túlélésed az nem a testettől függ. A túlélésed tudod mitől függ? A túlélésed attól függ, hogy milyen állapotban van benned a lelked. Attól függ a túlélésed. Érted? És gondold végig, az emberek vajon mennyire tanulják azt, hogy a lelkük kell, hogyan szabályozzák a testük működését. Tanították az iskolában? Nem? Szerintetek kellett volna? Szóval mondom, számomra döbbenetes volt,
ez az elmúlt több mint két év, hogy az emberek számára, hogy mennyire csak a túlélés szintjén élnek. Túlélni. És így utólag most ugye megnézve megkérdezném, akik nem oltották be magukat, túlélték ezt a két évet? Érdekes, nem? És ugyanúgy túlélték, mint akik beoltották magukat, nem? Sőt, ugye nekem most az egyik tanulomnak az apja odáig volt egészséges, ameddig nem kapta meg a harmadik oltást. És azóta már meghalt. Jácintnak az édesapja. Oké? És onnantól, mióta megkapta a harmadik oltást, érted? És addig kutya baja volt. No, de ez csak úgy részletkérdés. Szóval, nézzünk még erre rá. Hatodik lelki szintre juthat fel, aki képes békében és szeretetben élni. Tehát az juthat fel, aki erre képes. Mert ugyanis ahhoz, hogy az ember bekerülhessen az aranykorba, itt volt egy olyan, hogy aranykor. Emlékeztek? Tehát azért kell szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni, hogy bekerülhessünk az aranykorba, amire a fentiek szabtak egy határidőt. Ez 2035. Mi az, hogy fentiek? Azok a magasabb létformába tartozó lelkek, akiknek nincs törölve a tudata, mondjuk mióta léteznek, az azt jelenti, hogy mondjuk milliárd évek óta. Akkor képzeld el, hogyha neked is több milliárd éve nem lenne törölve a tudásod, hanem minden tudásod meg lenne, több milliárd év alatt mennyivel több tudásod lenne, mint most, ez alatt a pár évtized alatt. Gondold végig. Na most akkor gondold végig, hogy ők mennyivel fejlettebbek, mint mi vagyunk. Mi, akik ugye minden élettel törüljük a tudásunkat előtte, az előtte, a születés előtt. Na most, tehát adtak egy utolsó ultimátumot, de örüljünk neki, hogy még élünk, mert az előző ultimátum az 2012 évvége volt. És ugye akkora volt tervezve, hogyha itt nem lesz aranykor az emberiségnek, tehát nem csinál aranykort az emberiség, akkor törlik ezt az emberiséget. És ugye a következő ultimátum az 2035. Hát még az a szerencse, hogy 2010-től foglalkozunk emberek képzésével, ami azt jelenti, hogy én állítom, hogy ezért nem lett törlés. Mert mi vagyunk az utolsó esélye a bolygó életében. Érted? Ugyanis ez az egyetlen olyan szervezet, amely elhangzott, hogy képes az anyagot és a szellemiséget egy kalap alá hozni. Tehát az anyagról és a szellemiségről olyan mértékű tudást nyújtani, amit az emberek képesek hasznosítani. És ugye ha megnézzük, ide visszamegyünk, ide, itt van egy tizedik terület, ezek a magasabb létforma. Tehát a tizedik terület. Az Isten az nem egy lény hozzánk képest, hanem rengeteg-rengeteg Isten van hozzánk képest. Oké? És az ember
mindig a fejlettebb lényekre, a sokkal fejlettebb lényekre, mindig is istenekként tekintette. Azon belül van egy Isten, amely megosztotta a saját lelkét, ezáltal gyakorlatilag mindnyájunknak a szülője, a lelkünknek a szülője, az a teremtő egy Isten. Oké? De mivel ugye egy lélekből származunk, a teremtőnek a lelkéből, ezáltal ez több, mint egy testvér esetében, hanem ugye jobban hasonlít az ikrekhez. De az ikrek is valamennyire különbözők, de a lelkünk egymástól nem különböző, csak térfogatban. És a térfogatban is csak azért, mert annak nagyobb a lelke, akinek több a tudása. Világos ez? Tehát a magyar gyönyörűen kifejezi, a magyar nyelv gyönyörűen kifejezi a léleknek a nagyságát, például abban, hogy nagy lelkű. Érted? Szóval, ha ezt megnézzük, akkor ugye itt van 10 terület, és ez a 10 terület azt a célt szolgálja, hogy olyan területeken gyakorold a tudás elsajátítását, használatát és továbbadását, ami kézzelfogható. Mert te egy kézzelfogható lény vagy, a párod is kézzelfogható, szüleid is, gyerekeid is, más emberek is kézzelfoghatóak, sőt a munkád is számodra kézzelfogható, a pénz is kézzelfogható, a környezetedben is rengeteg kézzelfogható dolog van, nem? És a hatóságok is kézzelfoghatóak. Tehát ezen be tudod gyakorolni a tudás elsajátítását, használatát, és utána továbbadást. És közben tudsz olyan dolgokat is tanulni, ami már ez a terület. A szellem területe, ami azt jelenti, hogy egy másik dimenzió területe. Az anyag területe, ez egy alacsonyabb dimenzió, a láthatatlan élet, a láthatatlan élet, az egy magasabb dimenzió. Tehát gondold végig, amikor mondjuk a létközi állapotban vagy, akkor képes vagy érzékelni egy másik szellemlényt is, pedig nincs szemed, nincs füled, nincs szád, semmit nincs, érted? És mégis érzékeled a másik ugyanolyan szellemlényt, mint te vagy. Érted? Most itt földi emberként azt érzékeled alapvetően, aki az öt érzékszerveden keresztül tudod érzékelni. Mit tudom, meglátod, meghallod, nem? Esetleg a szagát megérzed? Nem? Főleg, ha már régóta ismered. Nem? Meg tudod fogni, meg tudod őt tapintani, nem? Hát sőt, néha még meg is szoktál valakit nyalni, nem? Hát főleg, ha közeli az élet. Nem? Tehát az összes érzékeddel, érzékszerveddel tudsz embereket érzékelni. De a létközi állapotban ezek az érzékszervek nincsenek, hanem van további 7 érzékszerved. Érted? Ami beindul és működik. De miért az működik? Mert akkor már egy magasabb dimenzióban vagy, létközi állapotban. De onnan vissza kell jönni, de a harmadik dimenzióba. Érted?
És ez a harmadik dimenzió számunkra ez a realitás. És a létközi állapotban hol volt a harmadik dimenzió? Ott nincsenek testek, ott nincs anyag, érted? Minden energia, és te a létközi állapotban érzékelted az energiát, érted? Most itt vannak azok az információk, ugye, amit úgy pedzegetek, ezek az információk azt a célt szolgálják, hogy gondolkozz el azon, hogy mi a jó neked. Az a jó, hogy abba hiszel továbbiakban is, amit eddig tanítottak neked az iskolákban, vagy a szüleidtől hallottál, vagy az a jó neked, amit esetleg itt hallasz. Gondold végig. Én nem akarok rád erőszakolni semmit. Az, hogy neked, hogy te itt tanulsz, vagy nem, az nem az én életem, az a te életed. Én tudom, hogy én mit csinálok, tudom, hogy ezen a bolygón nekem mi a küldetésem, érted? Az, hogy te mit csinálsz, az nem az én dolgom, hanem a tied. Az nem az én felelősségem, hanem a te saját felelősséged. De az biztos, hogy nem azért született ide ebbe a testbe, amiben vagy a lelked, hogy ne tudd, hogy miért születtél ide. Érted? És nem azért született ide, hogy ne fejlődj, hanem azért született ide, hogy igenis tudd, hogy a léleknek egy célja van, a minél nagyobb mértékű fejlődés. Érted? A minél nagyobb mértékű fejlődés. Ami azt jelenti, hogy minél rövidebb idő alatt, minél nagyobb mértékű fejlődés. És én ezt megint csak meggyőzöttem erről, érted? Megint csak erről meggyőzöttem, hogy ez így van. Tehát nekem mondhat akárki akármit, én tudom ezeknek a dolgoknak az igazát. Gondold végig, mikortól? 91-től szervezek embereket, 91-től van saját szervezésű csapatom, 93-tól vezettek, tanítok embereket, 87 óta foglalkozok emberekkel, nem most kezdtem, több tízezer emberrel foglalkoztam személyesen, és több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget a csapatommal. És ez mind mindig tőlem indult ki. Oké? Miért? Mert én azért vagyok ezen a bolygón, hogy képesek legyünk arra, megint mutatom, hogy létrehozzon ez az emberiség, vagy az emberiségnek egy része persze, egy aranykort ezen a bolygón. Egy olyan társadalmi formát, ahol nincs elnyomás. Érted? Nincsenek elnyomók. Nincsenek elnyomók. Arról, hogy ne legyenek elnyomók, nem mi gondoskodunk, hanem azok gondoskodnak, akik lehozták őket ide a földre. Világos ez? Na most, nekünk az a dolgunk, hogy az emberek fejlődjenek. És az aranykor nem egy végcél, az csak egy átmeneti időszak, egy átmeneti cél. Az aranykor az azt a célt szolgálja, hogy nyugodtan tudjunk tanulni, érted? Mert az elnyomásban sokkal nehezebb tanulni, mint ha nincs elnyomás. És az ember nyugodtan tanul, sokkal gyorsabban tud tanulni. És ha nem kell ezekkel igazából foglalkozni, mert ezek rendben vannak, akkor sokkal könnyebben tudsz tanulni, érted? Mert most azért tanulsz nehezen, mert ezeknek a rendezetlensége frusztrál téged, érted?
De ezek a frusztrációk megszűnnek, mert ezeket már rendezted, és azok az emberik is rendezték, akik ott vannak az aranykorba, érted? Akkor onnantól kezdve az ember maradéktalanul tud fejlődni. Innen a hatosból a hetesbe. Érted? Tehát most gondold végig, itt a Földön az a feladatunk, hogy innen fölküzdjük magunkat a hatosba. És az aranykorból csak egy lépést lépünk tovább. De csak akkor léphetsz a felső létformába, ha az aranykorban már vagy, képes vagy arra, hogy a felső létformának megfelelő életformátban élni legyél képes. Érted? Tehát nem a felső létformában kell megtanulni a felső létformában lévő életet, hanem hogy oda bekerülhess, már az aranykorban úgy kell élni. Érted? És az aranykor ezt szolgálja, hogy te képessé válj a felső létformára. Érted? Nem sok időnk van, mert 2035-ig, mire a bolygón aranykornak kell lenni, hát addig van 13 év. Nem túl sok. Úgyhogy össze kell szedniük magukat az embereknek. Jó? És nem véletlenül hangzott el a házigazdák szájából az, hogy miben vagyunk egyedülállók a bolygón. Érted? Mert tényleg egyedülállók vagyunk, például abban is, hogy mögöttünk nincsenek ilyen politikai vagy vallási hátterek. Semmilyen, nem is lesznek. Oké? Bárki bármilyen politikai vagy vallási hozzáállástól, hovatartozástól függetlenül jöhet ide tanulni, érted? Tehát attól függetlenül. Hol vannak még olyan helyek? Hol vannak olyan helyek, ahol megfizethető a tanulás, érted? De én ismerek olyan képzéseket, jártam olyan képzésekre, ahol én nem jártam úgy, de én ismerek olyan embereket, akik úgy jártak, hogy a teljes vagyonukat odafizették a képzésre, pedig házuk volt, illetve nem házuk, lakásuk, eladták a lakásukat, és én nem láttam azt rajtuk, hogy olyan nagy fejlődésen mentek át. És albérletbe lettek kénytelen költözni, és az életszínvonaluk így lecsökkent. Érted? És nem láttam azt, hogy, hogy annyi tudásuk lenne, hanem hogy több tudásuk lenne, érted? Hanem azt láttam, hogy jóval kevesebb tudásuk volt, mint nekem. Miért? Mert én nem csak tanultam az elmúlt 87 óta, azt akartam mondani, én csak tanultam, hanem én sok mindent létrehoztam, érted? Ami azt jelenti, hogy nekem a tudásomat használnom kellett a létrehozáshoz, és én nem csinálhattam azt, hogy nem használom a tudást, mert akkor nem tudtam volna létrehozni azokat a dolgokat, amit létrehoztam. Érted? Szóval, ami annyit jelent, hogy már akkor több gyakorlati tudásom volt, mint a legtöbb olyan tanítónak, amelyik a 90-es években tanítani akart. Tudod miért? Mert ők elméleti emberek voltak. Én meg már akkor gyakorlatban nagyon sokat tanultam. Ami azt jelent, nem azt jelenti, hogy nem volt értékes számomra a tudás, most ne értsétek félre, hanem hozzá tudtam tenni ahhoz a élethelyzetekhez, amit ugye addig megéltem. És
kiegészítéseket kaptam olyan dolgokba, amit lehet, hogy ösztönösen jól csináltam, vagy lehet, hogy ösztönösen rosszul csináltam. Szóval a lényeg az, hogy itt van egy olyan iskola, ami egyben egy közösség is, és nem pár évre közösség, hanem egy élethosszra közösség. Érted? Ahol az emberek szeretik egymást, ahol az emberek, amikor találkoznak, megölelik egymást. Érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a díjmentes képzést Szedlacsik Miklósnak. Megint komoly dolgokról hallottunk. Szerintem ez ilyen formában még nem hangzott el, amik most itt el lettek mondva. Ugye, Ibolya? Igen. És én is köszönöm Miklósnak ezt a fantasztikus előadást. És valóban ezt képzeljétek el, ez még csak az első rész, tehát a díjmentes. És már itt is mindig olyan információkat kapunk, ami elgondolkodtató. El tudjátok képzelni, mivel a második részben? Én amikor idejöttem, nem gondoltam, hogy a második részben valóban olyan információkat fogok kapni, amivel valóban az életünk minden területét helyre tudjuk hozni. És én minden ilyen előadás után bebizonyosodok, hogy a legjobb helyen vagyok. Mert amiről most beszélt a Miklós, az, hogy itt tényleg olyan lelki fejlődést kaptunk, mint nagyon sok képzésen voltunk. Vagyis van összehasonlítási alapunk, és van nem a levegőből beszélünk. Igen, tehát van összehasonlítási alapunk. És mint amit Miklós is mondott, tényleg nagyon sok pénzt költöttünk el rá. Abban nem is lett volna gond egyébként, mert hogy fizetni kell érte, de nekünk szó szerint az életünk összeborult minden területe, azt tudom mondani. És mi ide jöttünk, és nekünk a 7 év alatt mennyit változott? Sokat. 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 Ma beszéltük pont, összehasonlítottuk, hogy milyen volt, meg igen, mi lett belőle. És én azt mondom, hogy aki már régebb óta hallgat minket, és gondolkozik rajta, gyertek el, nézzétek meg, hogy milyen ez a közösség. Mert itt valóban mindent, amit beszélt a Miklós, azt tudom mondani, hogy tényleg azért kapunk ilyen, úgymond gyors lelki fejlődést tudunk kapni, mert itt valóban megvan az az egység, amiről beszélt a Miklós is, hogy egyszerűen annyira tud a lelkünk, olyan energiák vannak emelkedni, amit tényleg nem kaptunk meg sehol máshol. Az összetartás, tényleg az a szeretet, a boldogság. Tehát az fantasztikus, amikor itt egy a cél az embereknek, és egyfele tartunk, egyfele megyünk. Ahogy Miklós felépítette ezt az egész rendszert, az egész iskolát, nincs másik. Tehát megtapasztaltuk, és nem kaptuk meg sehol ezt a lehetőséget. Meg a másik az, hogy tényleg pont erről is tegnap beszéltünk egyébként, hogy a képzés ára. Tehát az első hónap az 19.700 forint, a második hónap pedig 9.800 forint. Sőt, még van egy olyan lehetőség is, hogyha... Mint ahogy mi is vagyunk, ugye? Igen, mint ahogy mi is vagyunk, hogy párom 9.800 forint, engem pedig 4.500 forint a tandíjam. Tehát a Miklós erre is gondolt, hogy egy olyan tandíj legyen, ami megfizethető, és olyan tudást kapsz érte, ami nincs máshol. Ami megfizethetetlen. Igen, az életedben. Így van, így van. Jó, elvettem a szót tőled. Ó, semmi gond, jó így. Nem tudom, mit mondjak, még megint szuper összefoglaltad az egészen. Ha tetszett, amit láttál, akkor lépjél tovább. Néztél első részeket, keressél egy PPH-s mentort, a Facebookon vagyunk már rengetegen, aki szimpatikus, ő segít neked befizetni a tandíjat, onnantól kezdve segít neked a továbbiakban, bármi meg nem értésed van, mindenbe tudunk segíteni. Ha nem tudunk, akkor megkérdezzük Szedlacsik Miklóst, ő ad nekünk választ, mi azt továbbítjuk, ezáltal mindenki tanul. Ha viszont nem tetszett, amit itt láttál, meg hallottál, akkor mégiscsak nézzél meg egy pár előadást még. Ha akkor sem tetszik, akkor nincs mit tenni, akkor elköszönünk tőled, és további szép életet kívánunk.
Aztán meglátjuk, kinek lesz igaza. Egy pár év. Na azért próbáld meg. Én akkor is azt mondom. Gyere, és egyébként hallgass meg. Ugye mi 7 éve vagyunk itt, és 3 éve élesedik a helyzet, illetve nyugaton a helyzet fokozódik, ugye ezt mondták régen, most mindenhol fokozódik. És kivétel nélkül minden egyes dolog, amit a Szedlacsik Miklós mondott előre, és még semmi nem látszott belőle. Soha, ugye 3 éven kezdődött az egész mizéről, már 5 évvel ezelőtt, 6 éve hallottuk, hogy tegyünk félre pénzt, mert baj lesz. De még semmi nem volt, mindenki vidáman itt el volt, lubickolt a nagy jóban. Aztán ugye beütött a krak, és mi otthon összemosolyogtunk Ibolyával, és üldögéltünk nyugodtan, és néztük, hogy mi történik a világban. És szóról-szóra, lépcsőről lépcsőre minden egyes mozdanat beteljesül, ami el lett mondva, és ez nekem nagyon sokat jelent egyébként, hogy látom, hogy minden úgy van. Na és ezt most mivel zárjam le ezt a gondolatot? Szóval gyere és tanuljál velünk. Nem fogod itt megválni. Van. Ezután 25 vagy 30, 30 perc szünet fog következni, 19 óra 15 perc van, akkor 50-ig? 45-ig, jó, kiszámoltam. 19:45-ig lesz szünet, akkor második rész, újaknak mondom, hogy most ugye ki kell lépni a első részből, visszamenni a képzéseink menüpontba, és akkor már jelen havi élőbe kell felcsatlakozni a második részre, és úgy fogjátok tudni nézni. Köszönjük szépen, köszönjük. További kellemes estét kívánok mindenkinek.